Ma Balázs dolgozóját fogjuk átalakítani, aki a 203 lelkes szavazójának hála az újra tervezés pályázatunkon nyerte ezt a remek lehetőséget. Az előző dolgozószobával alapvetően az volt a baj, hogy nem dolgozószobának lett kialakítva. Én beköltöztem ide néhány éve, leraktam oda középre a számítógépemet három asztalszerűségre. Tulajdonképpen ez inkább a hálószobám és a nappalim között lévő kupac volt, nem pedig egy dolgozószoba. Egyeztettünk Balázsral egy kicsit, hogy hogyan is nézzen ki ez a dolgozó. Itt álmenyezetet fogunk építeni, hogy ezt a hálószoba részt egy picit szeparáljuk a dolgozótól, ami itt lesz, pont ahol állok. Az álmenyezeten kívül fogunk még egy csomó irtalmat dolgot csinálni, például mágnes falat fogunk rakni ide a dolgozó asztal mellé. Hát ezt csak festjük, nem építjük. Nem, ezt nem építjük, ez egy leptanár, amit felviszünk, és utána lefestjük. A Gabi tervei fantasztikusak, szinte az összes, de mondjuk szerintem a enyém a legjobb, amit nekem készített. Nem véletlenül nyert. A legjobban ebben a tervben azt tetszik, hogy tényleg jól és praktikusan megvalósítja azt, hogy ezt az egyterű lakást hogy lehet elszeparálni különböző helyiségekre, falak és ajtók nélkül. Első lépés Balázs dolgozójában, hogy a hálószoba részbe elkészítjük az álmennyezetet. Csaba, hogyan fog ez történni? Lejelöljük a magasságot, húzunk egy vízszintet, és utána hozzáerősítjük a gerendákat a falhoz. Most levágjuk ezt a lemezt 1,99-re, a fal hossza 2 méter, de 1 centit ráadjunk a gipszkarton vastagsága miatt. Kartonnal nagyon könnyű dolgozni, csak egy snitzer kell, hogy elvágjuk, egy vonalzó, mindjárt megmutatom, hogy. Ezután, hogy elvágtam, megtöröm, átvágom a hátulját, és már kész is. El kell tüntetnünk a réseket a gipszkartonok között. Erre öntapadós hálót fogunk használni. Ezt ráragasztjuk, ez fölmarad magától, és utána lehet rákenni a glettet. Először használunk egy olyat, ami ragaszt, és a második rétegbe olyat, amit könnyű csiszolni. Az élvédőt azt a friss gipszbe rakjuk bele. Kész van a glettelés, meg is száradt. Most még maradtak apró repedések, például ez itt a mennyezet és a gipszkarton között. Ezeket festhető akriltömítővel tömítjük ki, ami egy rugalmas anyag, és úgy betömíti a réseket, hogy nem reped ki. A glettelés csiszolásához csak egy pár szerszámra van szükségünk. Először is kell egy spakli, amivel le tudjuk tolni a kiálló részeket. Azzal kezdtem a dolgot, hogy lecsiszoltam az egészet, és azért, hogy ez ne legyen ilyen porózus, és jól tapadjon rá ez a glettanyag, amit rá fogunk kenni, ezért le fogjuk alapozni ezzel a fal alapozóval. Mint mondtuk, Balázsnak csinálunk egy mágneses falat. Egyszerű simító kanál segítségével 2 réteget kell belőle felvinni, viszont az egyes rétegek között maximum 1 óra telhet el, mert nagyon gyorsan köt. Szalagot mindenképp le kell szedni festésnél, és hogyha később húzzuk le, akkor letépheti a mágnes falat. Elkészültünk az álmennyezettel, fel van a falon a mágnes fal. A következő lépés, hogy lefestjük a hálószoba részt zöldre. A következő fázis az, hogy lefestjük a mágnes falat latex alapú festékkel, ami törzsálló és mosható.
Most, hogy végeztünk a festéssel, a következő lépés az, hogy összerakjuk ezeket a polcokat. A pántot először rárakjuk a polcra magára, és amikor ráerősítettük, akkor már megvan a helye, hogy hol lehet fölfúrni a falra, akkor bejelöljük a falon, kifúrjuk a lukat, és ebbe rakjuk a tiplit meg a csavart. Elkészültünk Balázs dolgozójával. Balázs, hogy tetszik? A dolgozó nagyon tetszik, alig várom, hogy dolgozhassak. Olyan lett, mint amilyenek elképzelted? Körülbelül olyan lett, mint amilyenek elképzelted, talán egy kicsit jobb lett. Balázs, én nagyon örülök neki, hogy nyertél, nagyon jó volt nálad dolgozni, és az van, hogy nekem is nagyon tetszik ez az egész, amit itt véghez vittünk. Mi pedig alig várjuk, hogy ti is jelentkezzetek az újratervezés pályázatunkra, és megvalósíthassuk nektek az álmaitokat.